Jó, hogy itt vannak velünk. Minden jót mindenkinek. A Napraforgó megújuló energiamagazin ezúttal meginvitálja önöket annak részletesebb kifejtésére, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipartestülete a hidrogén közlekedés ösztönzése érdekében. Szó lesz arról is, hogy Németország első tengeri hidrogénvezeték projektje, az Aquaductus, az Északi-tengeren található tengeri szélerőművekből származó zöld hidrogént fog Németországba szállítani. Idehaza a Gebrüder Weiss Kft. Magyarországon elsőként tesztelt hidrogén meghajtású teherautót fuvar feladatok végrehajtására. Beszámolunk erről is. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipartestülete a hidrogén közlekedés ösztönzése érdekében, közölték az együttműködő szervezetek. A közúti fuvarozás környezetterhelésének csökkentésére és a fuvarozók költségeinek tervezhetőségére a hidrogén közlekedés és a leghatékonyabb megoldás a szem előtt lebeg, indokolták az együttműködést. A két szervezet összehangolja a tevékenységét, hogy az új technológia minél gyorsabban és egyszerűbben teret nyerhessen. A megállapodás első elemeként pedig kérdőívben keresik meg a fuvarozókat és a haszongépjárművek üzemeltetőit. A konzultációnak fontos szerepe lesz abban, hogy a vállalkozók nyitottságához, fejlesztési terveikhez, igényeikhez igazodhasson a hidrogén közúthálózat kialakítása, valamint az autó- és tehergépjármű támogatás, írták. Oszló, Norvégia. Európa világszinten vezető szerepet tölt be a tervezett tengeri és tengeri csővezetékek terén, jelentette a Rystad Energy. A nemrégiben bejelentett H2 MET Barcelona-Marseille tenger alatti hidrogénvezeték mintegy 2,1 milliárd dollárba kerül majd egy 450 kilométeres szakaszon, és nemrégiben hozzátették, hogy Németországig is meghosszabbítják. Négy hálózatüzemeltető, a spanyol Enagás, a portugál REN és a francia GRT, valamint a Terega páros műszaki tanulmányok lehetséges csővezeték elrendezéseket és költségbecsléseket végez mostanában. Németország első tengeri hidrogénvezeték projektje, az Aquaductus, az Északi-tengeren található tengeri szélerőművekből származó zöld hidrogént szállít majd Németországba. A csővezeték több mint 400 km hosszú, és a projekt egyik partnere, az RWE szerint ez a legköltséghatékonyabb megoldás nagy mennyiségű energia több mint 400 km-es távolságra történő szállítására, összehasonlítva az energia nagy feszültségű egyenáramú átviteli rendszerrel történő szállításával. A Rystad szerint emiatt kizárt a szárazföldi energiaszállítás lehetősége a villamosenergia kábelek segítségével. Magyarország. A keleti irányú beszállítási útvonalak részleges kiesése és a nagykereskedelmi árak rendkívüli volatilitása miatt szükség volt mind a kereslet, mind a kínálat oldali intézkedések bevezetésére is. Annak érdekében, hogy energia mérleg stabilizálható legyen, a rezsicsökkentést pedig fent lehessen tartani, mutatott rá Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, a 16. Magyar Jogászgyűlés energia a jogi szekciójának ülésén tartott előadásában. A minap izgalmas tájékoztatón jártunk I. és Gábor operatőr kollégámmal, az alkalom pedig az volt, hogy a Gebrüder Weiss Kft. Magyarországon elsőként tesztelt hidrogén meghajtású teherautót fuvar feladatok végrehajtására. Varga Bálint, a Gebrüder Weiss Kft. Ügyvezetője bejelentette, hogy a Hyundai Ixcent típusú kamion a Linde Gáz Magyarország ZRT közreműködésével CO2 kibocsátásmentesen továbbítja az ügyfeleknek a küldemények. A tesztfutás része a cég elkötelezett fenntarthatósági politikájának, amelynek célja a működéssel összefüggő emisszió nullára csökkentése. Következzen tehát összefoglalónk. Szentgyörgyi Tibor vagyok, én moderálom a mai eseményt. Azért kértük önöket, hogy tartsanak ma velünk, mert Magyarországon először végez hidrogén meghajtású teherautó tesztüzemben fuvarozási feladatokat. A teherautót látták, itt áll mellettünk.
A Gebrüder Weiss ezekben a napokban ügyfelei számára ezzel a nulla emissziói járművel is végez ki- és beszállítást. Először Magyarországon. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek a hidrogénről, ezen az egyre jobban ismerté vált területen. A Hidrogén Szövetségünk az lassacskán 100 főt foglal magába, tehát nagyon sok olyan cég érdeklődik a hidrogén iránt, amely a hidrogénben üzleti lehetőséget és perspektívát lát. Ugye ez az üzleti lehetőség és perspektíva nem kérdéses, hiszen ugye 2050-re kell élnünk a fosszilis energiamentességet. Jól tudjuk azt, hogy német kollégáink 2030-ra már 20 millió tonna zöld, azaz megújulóból származó hidrogént akarnak felhasználni különböző forrásokból. Tehát egyre többet beszélünk, és hál' Istennek egyre többet cselekszünk is a hidrogén területén. És ez az év valahogy arról szól, hogy most már megjelennek az első fecskék, és nem csak a cikkek. A közlekedés a hidrogén felhasználásnak az egyik legfontosabb ága, és a közlekedésen belül is a közúti közlekedés teherforgalmazás adja a kibocsátás 75%-át, ezért szövetségünk is, meg a Nemzeti Hidrogén Stratégia is rendkívül fontosnak tartja azt, hogy mielőbb megtörténjen a váltás, az elektromos járművekre, amelyek az elektromos energiát hidrogén üzemanyagcellából szerzik be. Ennek az előfeltétele, hogy legyen hidrogéngyártás, Magyarországon a próbagyártások ipari mértékben már beindultak, hiszen két telephelyen is folyik hidrogéngyártás. Nagyon fontos a tárolásnak a különböző technológiái és értelemszerűen a szállításnak a különböző technológiái. A legnagyobb problémát jelen pillanatban mi két területen látjuk. Az egyik az, hogy Európában rendkívül sokat beszélnek a hidrogén mobilitásról, de érdemi piaci szintű eredmények még nem láthatók, mert itt sem Mercedes-Benz Scania járművet látunk, hanem egy konkurens járművet. Tehát nagyon sokat kell még iparilag fejlődnie Európának annak érdekében, hogy a mobilitásban az európai ipar szokásos vezető szerepét megszerezze. Jelen pillanatban nagyon jól áll az elektrolizálók gyártásában, vagy az üzemanyagcellák gyártásában, de ugyanakkor járműgyártásban nem. Ez annyiban is komoly problémát okoz nálunk, mert jól tudjuk, hogy nagyon sok cég tervez hidrogénhajtású tehergépkocsi, nehéz tehergépkocsi beszerzését, hiszen a járműgyártók előírják, vagy el is várják, illetve mindenki mutatni akarja, hogy milyen szép, milyen zöld az a termék, amit ő felhasznál. Annak érdekében, hogy egy világos képet lássunk, mi 2019-ben csináltunk egy fehér könyvet a hidrogén magyarországi lehetőségeiről, most ennek egy frissített, de csak a mobilitásra koncentráló részét vizsgáljuk át, már megjelent a honlapunkon. Kérek minden érdeklődőt, hogy nézze meg és töltse ki, hogy akar-e ilyen járművet venni, milyen helyen akar esetleg tankolni, milyen feltételekkel, van-e bármilyen javaslata a formálódás alatt álló jogszabályban. Ennek alapján tudjuk a különböző lehetséges stratégiákból kialakítani azt a megoldást, aminek a segítségével érdemben be lehet indítani a magyar közúti hidrogénes mobilitást, és ahhoz tartozó töltőállomásokat is jobban lehet szabályozni, vagy hova helyezzük el, és miképpen helyezzük el. Amellett, hogy eljutottunk egy ilyen fontos részhez, el kell mondanom, hogy elég sok pilot project folyik Magyarországon is, tehát nem vagyunk ugye elmaradva az európai négyektől, mint azt néha gondoljuk, hiszen folyik hidrogénhajtási autóbuszok fejlesztése nem is egy. Előkészületek folynak például hidrogén szemétszállító járművek kialakításáról, a repülés területén bármennyire is meglepő, nagyon komoly fejlesztések vannak, nem olyan régen
a Rolls-Royce erősítette meg a magyarországi kutatásfejlesztését, ami hidrogénben dolgozik, de akár az AV, akár a Bosch munkáját nézzük, nagyon sok kutatásfejlesztés folyik Magyarországon. Mindez elősegíti azt, hogy az elkövetkezendő években minél többen ismerkedhetünk meg a hidrogén gyakorlati felhasználásával, és minél szélesebb körben jelennek meg ezek az eszközök, amelyeket természetesen kezelni kell, karbantartani kell, de ebben a szövetség szintén készen áll, a megfelelő tananyagokat már elkészítettük és elfogadtattuk. Azt kívánom mindenkinek, hogy sokat tanuljon a mai nap gyakorlati tapasztalataiból, jöjjön rá arra, hogy egy hidrogénes járművet megtölteni szinte semmiben sem különbözik a dízeles jármű megtöltésétől, és ez elősegíti azt ténylegesen, hogy a hidrogénes járművek mindennapjaink részesei legyenek. Itt most hidrogénügyben egy nagyon izgalmas fejleménynek vagyunk tanúi. Magyarországon hol tartunk nemzetközi összehasonlításban ebben a ügyben, ebben a lehetőségben? Magyarország körülbelül abban az időben, amikor az uniós országok elkészítették a stratégiájukat, elkészítette a nemzeti hidrogén stratégiát. Tehát ebből a szempontból jól állunk, mert időben fölmértük a feladatokat is, és a lehetőségeket is. Az elfogadott nemzeti stratégia szerint hajtjuk végre a lépéseket. Itt azt mondanám, hogy nem vagyunk annyira élen álló helyzetben, mert például ugye Európában már több mint 100 töltőállomás üzemel, a V4-ek minden országában rajtunk kívül üzemel, nálunk még ez csak megfontolás alatt van, meg döntés van, hogy kell üzemanyag töltőállomást tétesíteni, de az még nincsen. Jól állunk ellenben pilot projektek és projektek előkészítésében. Tervezzük, hogy hamarosan pályázatot írunk ki, majd haszonjárművek beszerzésére. Komoly célok vannak például a hidrogénes vonatszervények beszerzésére. Most már ipari szintű próbák vannak a hidrogén előállítására, bekevelésére, tárolására. Komolyan vizsgáljuk a backbone, tehát hogyan lehet a hidrogén Európán keresztül csővezetékben szállítani. Tehát ezeken a területeken alapvetően jól állunk. Nálunk is folyik buszfejlesztés a hidrogénes buszoknál. Az ipari felhasználás lesz egy nagy kihívás. Jelen pillanatban Magyarországon mintegy 200 ezer tonna szürke hidrogént állítunk elő. A Fit for 55 szerint ezt jelentősen csökkenteni kell a 2030-ig. Hát itt még a MOL kivételével a többi cégek inkább csak gondolkoznak, hogy hogy fogják ezt megcsinálni. Tehát ott nagy kihívások lesznek. Az a jó, hogy a magyar kormány is berakta az ERF-be és a nemzeti fejlesztési elképzelésekben a megfelelő összegeket, ugyanakkor az ERF-fel kapcsolatos viták természetesen akadályozzák a hidrogén technológiák bevezetését. Azt látnunk kell, hogy még hosszú távon meggyőződésünk, hogy a hidrogén ökoszisztéma az egy nyereséges mindenki részére, aki előállítja, aki felhasználja, általában a társadalom részére. Ugye általában, ugyanakkor az beindítási szakasz az költséges. Egy hidrogén teherautó, ez kétszer-háromszor annyiba kerül, mint egy gázüzemű. Tehát ezeket a költségeknek egy bizonyos részét az államnak kell átvállalnia, annak érdekében, hogy a folyamat gyakorlatilasabban beinduljon. Repsény úr kiválóan összefoglalta a hidrogén szabályozásnak a hazai helyzet, és hogy hol tart most a piac. Utána szólóktól pedig nem szeretném elvenni a műszaki részletek, ezért egy kicsit nehéz, hogy miről is beszéljek, de a megint azt világítanám meg elsősorban, hogy mi mint Humda, hogy kerülünk egyáltalán ide, mert a H betű nem a hidrogént jelöli a nevünkben. Mi ugye főleg a mobilitás összefogásáért, és a mobilitásban egyfajta mediációért, egy egészséges, mondjuk úgy a technológiák és a lehetőségek közötti erőtér és átállásnak a levezényléséért vagyunk felelősek. Ugye nem könnyű a helyzetünk, hiszen a Repsény úr kiemelte, hogy a Hidrogén Szövetségben önmagában már 100 partner van jelen, és ugye szerintem az itt ülőknek
talán Hegedűs úr szokta mindig mondani, hogy olyan nem tudom 500-600-nál tart azoknak a megbeszéléseknek a száma most már, amik a hidrogén valamilyen hasznosítási lehetőségek szólnak. Ugye mióta a hidrogén ilyen trendi lett, ugyanúgy, hogy korábban az elektromobilitás volt ilyen, mindenki ehhez ért. Mindenki ebbe szeretne részt venni, mindenki ennek a részese szeretne lenni, mert mindenki azt gondolja, hogy lemarad valamiről, ha a hidrogénnel kapcsolatban valamit nem oszt meg, és vesz részt ugye a hétköznapjainkban. És azt gondolom, ezek a mai nappal is emblematikus projektek, ezek azt szolgálják, hogy egy kicsit azt az utat azonosítsuk, hogy lehet beszélni arról, hogy a hidrogén már 1970 óta látott megoldása a mobilitásnak, csak egyébként a kézzelfogható megoldások irányába kellene, hogy lépegessünk. És a mi dolgunk ugye a Muda Zrt-ként az, hogy egy picit megtaláljuk azt a összhangot, hogy hol vannak azok a területek, felhasználási területek, ahol a hidrogént már előre kell és tudjuk engedni, hol vannak azok a területek, ahol egyébként még mondjuk az akkumulátoros technológiák térnyerése az, ami éppen még a iparági sztenderdeknek és az iparági lehetőségek megfelel, és hol vannak azok a területek, ahol mondjuk egyébként nem feltétlenül ezek a technológiák adják a mobilitás megoldásainak a jövőképét. És ebben azt gondolom, hogy elég jó partnerséget alakítottunk ki az elmúlt időszakban az itt ülőkkel, illetve a Gebürder Weiss majd még most ez egy kezdődő partnerség, de reményeim szerint ez egy gyorsan fejlődő együttműködésben ölt majd testet. Én azért tartanám fontosnak, hogy egy kicsit ugye a mai programnak a üzenetértékét megvilágítsam önök számára, hogy ugye mivel a hidrogén stratégia 2021-es elfogadásakor azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra Magyarországon 20 hidrogén töltőállomás létesüljön, ugye természetesen elsősorban a TEN-T útvonalakon, de hát ugye lehetőség mentén azok köré, a projektek köré, ahol a felhasználást is tudjuk biztosítani, legyen szó nehézgépjárművek, autóbuszok, vagy éppenséggel akár a lakossági szegmensben, mint ahogy itt a mellettünk is álló Toyota gépjárműt is láthatjuk. Tehát egy kicsit azt kell az ilyen projektek tapasztalataival azonosítanunk, hogy ez a 20 állomás, ahogy Lepsényős kiemelte, hol legyen és milyen formában, és kik azok az iparági szereplők, akikkel nem csak a töltőállomás létesítését tudjuk meghatározni, hanem rögtön a keresletet is meg tudjuk mellé teremteni. Ez a fajta üzenete az a mai projektnek, ahol egy kicsit magunkhoz hoztuk már a keresletét is annak, hogy az itt lévő Linde által már letelepített töltőállomás egy újabb használati szegmenssel bővüljön, hiszen bár már tankoltunk itt ugye a Humda jóvoltából itthon üzemeltetett hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt, ugye már tankoltak itt ugye Toyota személygépjárművet, immáron megérkezik egy újabb felhasználási lehetőség. Tehát megint egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy tisztán lássuk azt, hogy hol és merre kell tovább mennünk a hidrogén útján. Én arra kérem önöket is, hogy ebben a munkában segítsük egymást, hiszen mindannyiunknak az érdeke az, hogy ahogy elnök úr is kiemelte, hogy ne csak a e-mailek és a hangzatos szavak legyenek, hanem ilyen típusú implementációk és a széles nagy közönség, a gazdasági világ és a társadalom számára is egy picit ilyen érthető módon érkezzen meg a hidrogén, és ne pedig elhasználjuk ennek a szónak és a technológiának a jelentését, ahogy ezt azért több területen az elektromobilitásnál sajnos elkövettük hivaként. Ezeket is igyekszünk mi javítani, és mi abban fel is ajánlom mindenkinek, hogy mindig állunk rendelkezésre, hogy ha bármilyen olyan kérdése van, ötlete és elképzelése, amely azt gondolja, hogy az ilyen típusú gyakorlati átfordítása már a hidrogén technológia használatának itt van és előttünk van, akkor főleg a nemzetközi tapasztalatokat is mellétéve mi nyitottak vagyunk arra, hogy ebbe segítsük a munkát. Ugye én ezúton is szeretném megköszönni mind a Hidrogén Technológiai Szövetségnek, mind ugye a Lindének és mind a Gebürder Weissnek, hogy itt ül lehetünk, és ezt a lehetőséget megkaphattuk, hogy megint egy picit erről a témáról beszéljünk, és immár egy kézzelfogható megoldást, egy kézzelfogható jövőképet, és ami még fontosabb, egy emögött lévő svájci mintát tudunk követni, hiszen azt gondolom, hogy nincs is annál jobb, mint hogy nem csak az autó van itt, amely egy új technológiai lehetőség, hanem úgy van itt ez a jármű, hogy ezt valahol használják, a hétköznapi életnek a része, és ott már ezt elérhették. Tehát, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a tapasztalat az majd leginkább ebből fog következni, nem feltétlenül csak a hazai itteni megjelenése, hanem az implementálását is már látni fogjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy meghallgattam. Hamarosan folytatjuk a beszámolót a hidrogén meghajtású kamionról, de előbb némi kitekintés következik.
Bécs, Ausztria. Az OPEC nemzetközi fejlesztési alap megállapodást írt alá a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökséggel arról, hogy csatlakozik az energia átalakítás gyorsító finanszírozási platformhoz, egy olyan globális kezdeményezéshez, amely a megújuló energiaforrásokra irányuló beruházásokhoz kíván forrásokat mozgosítani. Az OPEC alak 2030-ig legfeljebb 250 millió USD összegű finanszírozással kívánja támogatni a platformot, hogy partnerországaiban megújuló energia megoldásokat finanszírozzon. Bonn, Németország. A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség és a Globális Megújuló Energia Szövetség egyetértési nyilatkozatot írt alá a gyors, fenntartható, megfizethető és inkluzív energia átalakítás érdekében való együttműködésről. A világnak most van szüksége megújuló energiaforrásokra, és a politikai döntéshozóknak egyértelműen a megvalósításukra kell összpontosítaniuk. Ez a partnerség az egyik fontos eleme lehet annak, hogy ez megtörténjen. Az IREN a célja, hogy 2030-ig évente 1 teravatnyi megújuló energiakapacitást hozzon létre, irányadó lesz tehát ez a munka során. Folytatjuk a beszámolót a hidrogén meghajtású kamionról. Hegedűs Ákos, a Lindegáz Magyarország ZRT vezérigazgatója ismertette a hidrogén üzemanyag magyarországi tankolásának jelenlegi lehetőségeit és a zöld hidrogén hazai gyártásával összefüggő terveket. Mint mondta, büszkék vagyunk arra, hogy a Linde Magyarországon elsőként és egyedüliként teszi lehetővé karbonsemleges hidrogénnel működő személy- és haszongépjárművek tankolását. Továbbá bízik abban, hogy hamarosan több helyszínen indul meg a buszok és vonatok hidrogénnel való ellátása hasonló módon, mint több európai országban. És üdvözlök mindenkit itt a Lindegáz Magyarország ZRT budapesti telephelyén. Ami miatt nekünk fontos ez a helyszín, az az, hogy 2 évvel ezelőtt sikerült megnyitnunk ezt a egyelőre nem publikus hidrogéntöltő állomást. Magyarországon elsőként, jelenleg is az egyetlen üzemeltetői vagyunk az országban. Nagyon érdekes elmondani azt, hogy a hidrogén nem egy új anyag, tehát hidrogént Magyarországon is és Európában is sok 10 éve gyártunk mi is, gyártanak még rajtunk kívül más technológiai cégek is. A hidrogén felhasználásnak a lehetősége az, ami változott az elmúlt időszakban. Ahogy az előttem szólók is mondták, számtalan trend és elképzelés a zéró karbon vagy a karbonmentes jövő kép kialakításában szerepet kapott a hidrogén, egyelőre mind ötlet számtalan kezdeményezésben, de bízunk benne, hogy meg is valósulnak bizonyos fejlesztések a lehető leghamarabb. Magyarországon bármennyire is furcsán fog hangzani, töltöttünk már hajót itt ezen az állomáson hidrogénnel, töltöttünk személyautót, autóbuszt, ugye a Humda ZRT-vel, a Volánbusz koprodukciójában teszteltünk hidrogénhajtású buszt Budapesten már, illetve várjuk azt, hogy vonatot is tudjunk tölteni. Vonatra hál' Istennek van példánk Németországban működő flottával, ahol gyakorlatilag hidrogén üzemanyagszállás vonatok haladnak. Sajnos még vasúti pályát nem tudtunk ideépíteni a töltőállomáshoz, de bízunk benne, hogy a töltőállomást közelebb tudjuk vinni a vasúthoz, és akkor rövidesen ott is megindulhat egy tesztelés a hidrogénnek, mint üzemanyagnak. Ugye az elmúlt 2 év az igazából a tesztelésről szólt, talán lehet azt mondani, hogy PR akciót próbáltunk mind a Hidrogén Szövetséggel, mind a különböző piaci szereplőkkel elindítani azért, hogy megmutassuk azt, hogy vannak már létező megoldások. Tehát hidrogénnel töltött autó már 2007-ben volt a német utakon, Franciaországban már 100-as flottával, taxiflották üzemelnek hidrogénüzemanyaghajtással, és ahogy látjuk Svájcban, illetve Ausztriában is már több olyan szállítmányozó cég van, aki gyakorlatilag üzemanyagcellás, hidrogén felhasználású járműveket használ. Hogy ez gazdaságilag hogy éri meg és hogy nem éri meg, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy összefogásra van szükség a piaci szereplőktől. A piaci szereplőket nagyon fontos kiemelni a gyártás oldalát, tehát a gyártókat, akik zöld, kék, szürke hidrogén tudnak gyártani. Azokat a szállítmányozó vagy felhasználó cégeket, akik fel tudják ezt használni, tehát azokat a nagy ipari felhasználásokat, ahol pedig nagy mértékben szükség van arra, hogy megújuló erőforrásból
gyártásból gyártsanak és felhasználjanak zöld, illetve kék hidrogén. Illetve nagyon fontos kihangsúlyozni az állami szerepvállalásnak a fontosságát. Állami szerepvállalás nélkül ez az iparág, a mobilitás zöldítése sem fog beindulni. Ezt az elmúlt két év tapasztalata sajnos alátámasztja, hogy az itt meglévő kuton heti egy-két alkalommal tankol egy-egy autó jelenleg. Nem gondolom, hogy ez nekünk üzletileg megéri, de azt gondoljuk, hogy ez elővetíti annak a lehetőségét, hogy bemutassuk azt, hogy a technológia létezik. A technológia nem egy újra gondolt és kitalált technológia. Több száz hidrogéntöltő állomást telepítettünk már Európába. A hidrogén gyártásban, az ellátásban, a tárolásban, a szállításban a tapasztalatok megvannak. Itt azt gondolom, hogy egy összefogás szükséges, és egy integrált gondolkodással lehet elérni azt, hogy a mobilitás szektor mi hamarabb elinduljon, és a mobilitás szektoron belül is nagyon fontos kihangsúlyozni a tehergépjárműveket, a teherszállítást, illetve a közösségi szállítást, mind a busz, mind a vonat esetében, ahol nagy mértékben versenyképes tud lenni üzemeltetési oldalról a jelenlegi dízel megoldásokkal, illetve azt gondoljuk, hogy az elektrifikáció bizonyos területeken nem megvalósítható annyira gyorsan, mint a hidrogénes üzemanyagcellás ellátás, ezért mindenképpen ezeken a területeken is egy fontos szerepet játszhat ez. Én is azt kívánom mindenkinek a mai napra, hogy élvezze, nézze, fogja meg, menjen közel hozzá, nyilván telefon és elektromos eszközök nélkül. Nézze meg a lehetőségét, hogy lehet tölteni, üljön be, érezze az érzést ennek az autónak, vagy ennek a teherautónak, vagy személyautónak, hogy működik. És hát kívánom mindenkinek, hogy legyen annyira úttörő és pionír és gondolkodó, mint a Gebrüder Weiss, aki nem csak bemutat egy autót itt Magyarországon, hanem ahogy hallani fogjuk, több éve használja ezt már, tehát ő első kézből tapasztalatokat tud megosztani a felhasználásra kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen, és eredményes és sikeres napot kívánok mindenkinek. Én is üdvözlök mindenkit, és tényleg nagy nap ez a mai. Azért nagy nap, mert a cégünk már régóta tesztel, próbálgat alternatív hajtású járműveket, de ez a jármű az első, ami nem kíván semmilyen kompromisszumot. Ugye Ákos mondta a felhasználói szempontból való tapasztalat megosztást, és pont ez a fő üzenet, hogy a felhasználó szempontjából a sofőr, a fuvartervező szempontjából semmilyen kompromisszumot nem igényel, hisz ugye az önsúlya, a raksúlya, a teljesítménye, az utántöltés lehetősége, maga az utántöltésnek a gyorsasága, a hatótáv, az nagyságrendileg egyezik egy dízel járművel. És ez hatalmas dolog. Tehát a GV Magyarországon is úttörő a karbonsemleges árutovábbítás terén, ugye mi sem bizonyítja jobban, hogy pont a napokban a házhozszállítás üzletágunk, ami egy viszonylag jelentős üzletág, már Budapest belvárosát kizárólag elektromos járművekkel teríti. Tehát nem teszteljük a járműveket, hanem gyakorlatilag a Hungária körúton belüli zónát elektromos autókkal szolgáljuk ki. Ugye ehhez a flottához még idén további járművek jönnek, úgyhogy a Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Szeged is elérhetővé válik. Miért csak a belváros? Azért, mert ezek a járművek ennyit tudnak. Miért csak 20-30 jármű? Hisz ugye a rövid hatótáv miatt ugye a túráinknak a többsége az hosszú, tehát ennyit képesek egy adott nap fuvarfeladatként teljesíteni. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy az akkumulátoros technológiával magunkra rántottuk a töltési infrastruktúra kiépítésének szükségességét, ami a beruházás igény mellett ugye függünk a helyi áramszolgáltató kapacitás korlátaitól is. Tehát elektromos jármű üzemeltetése rengeteg plusz figyelemmel jár a plusz költségeknek a kimozgása mellett. És ezt emelném ki, hogy a hidrogén esetében ugye ilyen problémánk nem lenne. Most nyilván tekintsünk azoktól az apróságoktól, hogy ahhoz, hogy ez a jármű itt lehessen Budapesten, Prága fele kellett kerülnie, mert a passzaui töltőállomás meghibásodott, és más töltőállomás nincs az útvonalon. Tekintsünk el az üzemeltetési költségektől. Ugye minket, mint felhasználó, az érdekel, hogy a jármű ugyanazt tudja, mint egy gázolajos alternatíva. De nem mehetek el a
az állami felelősségvállalás mellett se. Ugye említettem ezt az elektromos flottát, azt, hogy ez a flotta tud működni, ez kellett az az EU-s könnyítés, hogy a 3,5 tonnás ösztömeget furgonok esetében 4,7 tonnára emeljék. Ugye, ha ez nem lenne meg, akkor a technológia súlytöblete nem tenné lehetővé az üzemeltetést. Tehát ilyen apróságokon is múlhat az, hogy Budapest belvárosában elektromos autók mennek-e, vagy sem. Emellett szerintem az útdíj kedvezmény vagy mentesség behajtási övezetekben könnyített bejutás vagy engedélymentesség, a járműhöz kapcsolódó adókedvezményeket említeném, szerintem ezek minimum igények, és nyilván nem lenne rossz, hogyha Nyugat-Európában több országban bevett gyakorlat, hogy a technológiához kapcsolódó többletköltségnek jelentős részét az adott állam átvállalja, meglátjuk, hogy ebből nálunk mi fog megvalósulni, hisz ugye ezeket a járműveket nem magunknak veszük, hanem annak a közösségnek veszük, vagy annak a városnak veszük, ahol ezek a járművek üzemelnek, úgyhogy ez egy közös érdek, nem pedig a Gebrüderweis érdeme. Köszönöm szépen, így utolsó felszólalóként, szerintem ennyi elég is volt. Ugye most a járgány ő a főszereplő, úgyhogy akkor Ákoshoz hasonlóan tényleg tapogassuk, szagolgassuk meg, akinek van kedve hozzá, hogy ki is tudja próbálni. Tényleg ez a jármű sajnos csak néhány napot tölt itt Magyarországon, de bízunk benne, hogy ugye, hogy hallottuk, tényleg a rövidesen lesz lehetőség arra, hogy tényleg érdemben, úgy, ahogy Svájcban, és hangsúlyozom, hogy a sofőr maga dönti, hogy hol tankol, hisz ugye több lehetősége van, minden nap egy zürichi kört csinál, és tényleg üzemeltetési szempontból nem is tudjuk azt, hogy ez az autó gázolajos üzeműve vagy hidrogén üzemű. Köszönöm szépen! Körülbelül 2 éve, amikor egy hasonló alkalommal beszélgettünk, akkor azt említetted, hogy ha eljut az élet abba az állapotába, hogy már ténylegesen használható elektromos járművek lesznek a piacon, akkor majd ti is rámozdultok. Most már hidrogénnel is töltött jármű is van a palettán. Mi történt az utóbbi 1-2 évben? Hát ugye mi, mint felhasználók, nagyban függünk attól, hogy mit kínál a piac. Ebben a hidrogénes autóban az a különlegesség, hogy semmilyen kompromisszumot nem igényel a használata. Tehát egy hagyományos, idézőjelben hagyományos akkumulátorról hajtott elektromos autónál az önsúly növekedés korlátozza a rakodható kapacitást. Ugye a hatótáv problémák miatt csak belvárosi környezetben használhatóak, illetve maga a töltés is nagyon-nagyon hosszú ideig tart. Ez az, amit a hidrogén technológia ki tud küszöbölni, mert teljesen ugyanúgy lehet használni, mint egy hagyományos meghajtású járművet. Tehát ugyanakkor a motor ereje, ugyanannyira távolságra el tud vinni ugyanakkor a mennyiségű árut. A sofőr, a fuvarszervezők szempontjából semmilyen változás nincs. Ez a különlegessége, de nyilván ez jár hátrányokkal is. Ugye jelenleg a töltési infrastruktúra hiányossága, illetve a költségek, tehát a jármű beszerzés értéke, 5-szörös, 6-szorosa, a futásköltsége 2-szer, 3-szor, 4-szerese a gázolajos alternatívának, úgyhogy ez az oka annak, hogy ez az autó itt csak vendégeskedik. Egyébként Svájcban üzemel, ahol a töltési infrastruktúra az rendelkezésre áll, úgyhogy ott már csak a költség oldallal kell megbirkózni. A pandémia felforgatta a világgazdaság sok szereplőjének az üzleti életét a ti területeken. A ti területeteken milyen változás történt, vagy maradt minden hasonló, mint korábban volt? Hát ugye a logisztika általánosságban kedvezően jött ki a Covid pandémiából, hisz ugye az emberek a bezártság miatt ugye még inkább igényelték azt, hogy házhoz szállítsák azokat a termékeket, amiket ők igényelnek. Illetve mivel kiestek az utazási, szórakozási lehetőségek, többet is vásároltak az ügyfelek, vagy mi ügyfelei. Úgyhogy most egy pici visszarendeződés van, tehát ez az erőltetett online tér növekedés, ez egy picit visszahúzódni látszik a hagyományos irányba, de hosszú távon továbbra is azt látjuk, hogy ez a jövő, és köszönjük szépen, jól vagyunk, és tényleg a jelenlegi picit ilyen, ugye mindenki tudja, hogy az energiaárak növekedése, a háború,
Covid kilábalási miatti nyersanyag hiányhoz kapcsolódó inflációt mi is megszenvedjük. Van egy forgalomcsökkenésünk, de ugye mi hosszú távon gondolkodunk, úgyhogy emiatt sem a pandémia, sem a mostani időszak nem változtatja meg a stratégiánkat. Jó, hogy itt voltak velünk. A Napraforgó megújuló energiamagazin ezúttal meginvitálta önöket annak részletesebb kifejtésére, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipartestülete a hidrogén közlekedés ösztönzése érdekében. Szó volt arról is, hogy Németország első tengeri hidrogénvezeték projektje, az Aquaductus, az Északi-tengeren található tengeri szélerőművekből származó zöld hidrogént szállít majd Németországba. Idehaza a Gebrüder Weiss Kft. Magyarországon elsőként tesztelt hidrogén meghajtású teherautót fuvar feladatok végrehajtására beszámoltunk erről is. Most már csak annyit, következő műsorunkra is várjuk önöket. Addig is minden jót mindenkinek!